Hát ezt ígérem, hogy fölteszem a honlapra, hogy valamiből egy ilyen szimulációs divul, már helyből felkészülten jöjjenek, hogy ne ott kelljen vakarózni, hogy melyik gombot kell megnyomni, hogy. Tehát egy ilyen vagy a regresszióhoz, vagy a múltkő témához kapcsolódó alaphang feladat az várható. Jó? No és akkor... Igen? Ezt még nincs átgondolva, hogy akkor óra után kérdezzen, most menjünk inkább tovább, jó? Nos, emberek, ide figyeljenek, mert azt mondja, hogy... Pillanatok, itt... Ja, óha! Igen, közben itt valamit változtattam, úgyhogy kilépek belőle, és aztán inkább újra visszalépek, bocsánat, mert ez az. Ez az. Figyelj, azt mondja, hogy tehát önök hallották a szünet előtt, hogy hogy készül az Y először, utána hogy készül az X, de most jön a titkolózás esete, csak az X-et látom, és tippelnem kell Y-ra. Tehát az X értéke 0,36, tippeljenek, mennyi az Y? Jó, így a feladat nem korrekt, mert meg kéne mondani, hogy a tippelésnél mi a célom. És akkor mondok kétfajta célt. X-ből Y-ra kell tippelni. Hát valamilyen tippeléshez használt függvény igaz is szoktam jelölni, most nem úgy jön ki be. T-függvénnyel Y egyenlő TX-szel. Tehát akkor a tippelés az abból fog állni, hogy a T-be belehelyettesítem az X. Ez a tipp. Akkor van egy hiba. A hiba lesz, nem más, mint a tippem és az igazságnak az eltérése. Hát, hogy most melyikből vonom ki, melyiket az igazából mindegy, én így csinálom. És hát a hiba nagysága. Ott van. És akkor célom lehet az, hogy ennek a várható értéke az legyen minimális. Remélem nem kell indokolnom, hogy ez egy értelmes kérdés, és hogy bizony az élet megkövetelhet olyanokat, hogy bár tudom, hogy ez is véletlen, az is véletlen, és hogy ő belőle nem lehet pontosan megmondani, hogy az Y mennyi, de mégis helyettesítenem kell az Y értéket egy X-re épülő TX értékkel. Óhatatlanul elkövetünk egy hibát, maga a hiba is véletlentől függ, mert az X értéke véletlentől függ az Y is, tehát ez az érték véletlentől függ. Az ő várható értéke az egy sokat adó információ, átlag sok kísérlet kapcsán. Mikor lesz ez minimális? Vagy másik dolog, hogy a hiba négyzetet tekintem, és célul tűzöm ki azt, hogy a hiba négyzet várható értéke legyen minimális.
Hát persze, ha megmutatom, hogy mennyi az y, akkor könnyű tippelni. Tehát akkor tudom, hogy mennyi. De ha nem tudom az y-t, arról szól itt a krónika, tehát ott kitakarom, és akkor, na mennyi az y? Kinek van valami ötlete, hogy y ismeretében, x ismeretében y-ra mondjuk valami. Én azt gondolom, hogy az embereknek egy jó része azt fogja mondani, hogy ha az x-et ismerem, akkor az y az itt van valahol x és 1 között, hogy vegyük az x-nek és az 1-nek a számtani közepét. Ez egy tipp az y-ra. Nem? Amikor így ezt a kérdést fel szoktam tenni a diáktér felé, és bátrak a diákokkal, ez mindig bejön. Na hát akkor én most mutatom önöknek, hogy ezen túl vagyok már, így, né. Azt mondja, hogy nem mutatom meg, hogy mi az optimális tipp, csak mutatom, hogy nézzék, a tipp 2 az az x meg 1 osztva 2-vel. Látják? És akkor csinálom ugyanezt sokszor, tehát egy sor az annyiból áll, hogy itt van az y, itt van az x, az optimálisat nem mutatom, azt tudok, itt van ez a másik, akkor kiszámolom a hibának az értékét, abszolút hibának az értékét, ugye a tipp mínusz az igazság, abszolút értéke, itt is a igazság és a tipp eltérésének az abszolút értéke, itt kiszámolom az átlagokat. Átlagja a hiba 1-nek, átlagja a hiba 2-nek, és nézzék meg, hogy mit csinál ez a két átlag. Hát az átlag 1 az mindig alatta van. Tudnék, hogy felvillantom, hogy valahonnan én tudom, hogy a négyzetgyöke az x-nek az a legjobb tipp. És megmutatom önöknek, hogy miért van így, meg fogom mutatni. Ha pedig a hiba négyzettel játszadozunk, akkor tessék megnézni, hogy itt az eltérések négyzete vannak emelve. A hiba 2-nél és a tipp 2 és az igazság eltérésének a négyzete. Akkor számolom az átlagokat, az én optimálisommal kapcsolatban erre most 0,05, erre a másikra, mi volt ez a másik? Megint a intervallum közepe, ugye x plusz 1 per 2. A sárga az mindig jobb, mint a másik. Megmutatom, hogy mi az optimális, ki fog derülni. 1 minusz b per minusz ln x. 1 minusz x minusz, 1 minusz x per minusz ln x. Na hát erre nem jött volna rá senki, de számolással ez kiadódik. Úgyhogy most nézzük meg, hogy mi a optimális stratégia, nem is olyan nehéz ezt kitalálni arra támaszkodva, hogy egy dimenzióval kapcsolatban már megbeszéltünk valamit, mert hát kezdjük az abszolútos divval. A várható értéke az y minusz tx abszolút értékének, a kisujjunk végén ott van, hogy ezt hogy kell integrállal felírni. Integrál. Az a függvény, amit itt használunk, az y minusz az ismert, a kevesebb tx függvény eltérésének az abszolút értékét, szorozni kell a sűrűség függvénnyel, és integrálni az egész síkon. A sűrűségfüggvényt felírom úgy, hogy első koordináta sűrűségfüggvénye, szorozva a második koordináta feltételes sűrűségfüggvényével, és a kettős integrálból csinálok kétszeres integrált, hát az integrandosnak ez a része maradik, akkor
az Y-tól függő tényezőt bent hagyom, mert Y szerint fogok belül integrálni, és a csak X-től függő f egy X-et kiviszem, mert kívül integrálok X szerint. Írják le, és közben gondolják meg, hogy minden korrekt és világos. Itt persze egy hibát csináltam, mert az nem txy, hanem csak tx. Se baj, kijavítok. Na most, nézzünk rá a belső integrálra. A belső integrál az úgy értendő, hogy rögzített y esetén történik ott valami, méghozzá rögzített x esetén történik ott valami, méghozzá y szerinti integrálás. Az integrálás az miből áll? Egy feltételes sűrűségfüggvényből, ami rögzített x esetén ez egy sűrűségfüggvény. A sűrűségfüggvény megszorozva egy függvénnyel ad egy várható értéket, egy feltételes várható értéket számolunk ki itt a belső integrálban, és rögzített x esetén ez az érték, ez konstans, hát olyan konstans, ami hát függ az x-től, de mivel az x mondom rögzített, ezért ez tényleg egy konstans. Tehát ez a belső integrál arról szól, hogy rögzített x esetén milyen konstanst vegyek ahhoz, hogy a konstanstól vett eltérés abszolút értékének a várható értéke minimális legyen. Ó elején kimondtam, nem bizonyítottam, a mediánt kell venni. Tehát akkor kapunk optimumot, hogyha itt a szóban forgó eloszlás, a feltételes eloszlás mediánja adja a minimumot. Tehát Tx az úgy fog kiadódni, hogy a feltételes eloszlás sűrűségfüggvényét integrálom, és megkapom a feltételes eloszlás eloszlásfüggvényét, csinálok egy sok hibát, úgy tűnik, hogy figyelmetlen vagyok, mert y szerint megy a dolog. Most jó. Vigyázat! Ez az y ugyanaz, mint az, ez az y pedig ugyanaz, mint az, de az egyik az más, mint a másik. És akkor a feltételes eloszlás függvényből a feltételes eloszlás mediánját úgy kapom meg, hogy egyenlővé teszem 1/2-del, és y-t kifejezem az egyenletből. Nos, csináljuk ezt meg a konkrét példánknál. Nézzük meg, hogy mi jön ki. Tehát a konkrét példáknál ugye az fxy már kijött, és ő volt 1 per y, 0 kisebb x kisebb y kisebb 1-re, akkor az f1x-et megkapom
hogyha y szerint integrálunk, tehát integrál 1 per y, az y megy x-től 1-ig dy, tehát akkor mínusz ln x, minden olyan x, ami 0 és 1 között van. Tehát akkor a feltételes sűrűségfüggvény az lesz a Schickbeli sűrűségfüggvény osztva a feltétel sűrűségfüggvényével. Így. Jó. Akkor a feltételes eloszlás függvényt számolom ki. Integrálok ugye a feltételes sűrűségfüggvényt y szerint, de most figyelj, az y az x-től 1-ig megy, tehát most akkor nem mínusz végtelen, hanem x-től kell eddig az y-ig integrálni, ami ott van. Megy az integrálás y szerint, tehát akkor az 1 per mínusz ln x az konstansként kimegy. Az 1 per y-nak a primitív függvénye ln y, és ott kell behelyettesíteni y helyébe az x-et, meg y helyébe az y-t, a másik y-t. Úgyhogy kapjuk azt, hogy ln y mínusz ln x per mínusz ln x. És ez a képlet él minden olyan y-ra, ami x és 1 között van. Na most már ott tartunk, hogy ezt egyenlővé tesszük egyel, egy ketteddel. Tehát azt mondja, ln y mínusz ln x per mínusz ln x egyenlő egy ketted. És ezt az egyenletet megoldjuk y-ra. Hát akkor a nevezővel látszolzok. Az ln x-et innen átviszem oda. Tehát hogyha ln x-ből 1 ketted ln x, az bizony 1 ketted ln x. Tehát akkor ln y egyenlő ln gyök alatt x, tehát y egyenlő gyök x. Van ő a mi legjobb tippelési eljárásunk, és ez van itt beprogramozva, hogyha mi a hiba abszolút értékével tippelünk, akkor a square root x adja az optimumot. Ha fene-fenét teszik, akkor sem fognak ennél jobban kitalálni. Ennyi átlagos hibát el kell könyvelnünk, és kész. Ilyen a valóság. Tehát a valószínűségteremtés arra is megtanít, hogy bizonyos álmainkat fel kell adni. Nem lehet null egész. Most, hogy pontosan mennyi ez a hiba, azt még ki lehetne számolni, de azt most nem tudom kiszámolni. Itt a numerikus értékét látjuk, hogy 0,17, 16, 17, 16, igen, tehát valami e körüli jól definiált elméleti érték adja meg a optimális hiba esetén a hiba nagysága várható értékét.